Lőrincváton 75 éves pálya előtt állunk. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünnepségünkön megjelent vendégeinket, Szirdik Imrét, Szentesváros polgármesterét, Szentesváros képviselőtestületének megjelent tagjait, valamint valamennyi sportszerető érdeklődőt. Nagy örömmel tölt el, hogy a 75 éves tölt ünnepén üdvözölhetjük Katona Mihály polgármestert Korondról, valamint Ambrus Sándort, a korondi Lőrinc Márton sportegyesület elnökét. És ünnepi műsorunk első meglepetéseként szeretném tolmácsolni, illetve felkérni Kovács Sándor, kecskeméti veterán birkózót, aki erre az alkalomra egy verssel köszönti a megjelenteket. Kedves egybegyűlt ünneplő közönség, Lőrinc Márton 1936-ban Berlinben nyert légsúlyban olimpiai bajnokságot a görög-római kötött fogásnak nevezett birkozásba. Ez volt a birkozás történetünk egyik legsikeresebb versenye, mert hárman Kárpáti Károly, Zombori Ödön és Lőrinc Márton is nyert. Ráadásul előtte 28-ban Keresztes Lajos bácsi a közeli Parajdról került fel, és így két székely legény is nyert olimpiai bajnokságot. Van olyan ország a világon nagyon sok, ahol egyetlen egyet se nyertek még. Ők meg 10 kilométerre vagy 12-re vannak egymástól. Hát engedjék meg, hogy amit Lőrinc Mártonra írtam, ezt felolvashassam önöknek. Ezt a kis könyvet, amit majd átadok itt a barátomnak, ezt egyébként egy korondi születésű költő, Kákovács András barátom és Balázs Árpád írta. Lőrinc Márton, Berlin 1936. Másik székelylegény volt a Lőrinc Márton, Korondon született a szép erdőháton. Berlinben, légsúlyban, kötött fogásban, nyertő is aranyat, kemény birkózásban. Vándorbotot fogott a háború alatt, Argentinába ment, és ő ott is maradt. Holdomború sírja a székely magyarnak, senki sem ismeri a nyughelyét annak. Így csak gondolatba viszünk rá virágot, nyugodjon békében, legyen neve áldott. Sporthősünk bennmarad majd az aranykönyvbe, ahova beírta nevét mindörökre. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük Kovács Sándornak ezeket a kedves sorokat, és néhány szóval én is szeretnék köszönetet mondani ezen az ünnepen mindazoknak, akik lehetővé tették azt, hogy megújult formában ezen a téren most mi itt állhatunk. Féltőn szeretettel vigyáztunk erre a térre sok-sok éven keresztül. Szentesváros önkormányzata most anyagi erőt nem sajnálva közös összefogással varázsolta ilyen szép ezt a teret, és a születésnap legfőbb ajándéka a fának az, hogy újjászülethetett a környék. Szeretném itt megköszönni a polgármesteri hivatalnak azt, hogy lehetővé tette mindezt, ezen belül Cirok Jánosnénak, Mihály Bélánénak és Balogné Berezvai Csillának. Azt hiszem, egy tapsot ők is megérdemelnek. A fáról talán csak annyit, hogy az egykori csemetéből az eltelt 75 év alatt 20 méter magas töltere bélyesedett, és a körmérete, én is megdöbbentem rajta, 365 cm. És ezennel felkérem Szirbik Imre polgármester urat ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves kollégám! Elhangzott a vers, amely a szülőföldről miért adta a szülöttet, és ez a fa, bár hatalmas koronája van, de sok mindent átfog.
hisz az az évforduló, amelynek ünneplésére összejöttünk, az kerek 75 esztendővel ezelőtt, 3/4 százada történt, amikor itt az a kis csemete Berlinből ide költözött. Az olimpiai bajnokok 1936-ban egy-egy tölgyfa csemetét kaptak, hogy szülőföldjükön ültessék el. Ez a fa mégsem korondra került, hanem szentesre. Bár oda indult, de a történelem úgy hozta, hogy nem érhetett oda. És ennek a városnak a földjében eresztett gyökeret, és úgy gondolom, bár nem ide készült, de jó helyre jött. Hisz az a történet, hogy miért szentes lett ennek a facsemetének az otthona, az két ember barátságán múlott. Lőrinc Mártonét és dr. Papp Lászlóét. Azon a Papp Lászlóén, akinek a nevét a sportcsarnok viseli, és aki egy olimpiával korábban ezüstérmet szerzett, és a két ember barátsága vezetett oda, hogy ez a fa idejöhetett, itt gyökeret eresztett, és talán örökre szimbolizálja az olimpiák szavát, amit Kubertenék több mint egy évszázad előtt megfogalmaztak, hogy gyorsabban, messzebbre, magasabbra. Gyorsabban, hisz a világ fölgyorsul, nem csak a sportpályákon, szőnyegeken, uszodákban vannak jobb és jobb eredmények, hanem mindenütt. És aki igazából előre akar törni, annak messzebbre kell szállnia, messzebbre kell látnia, és magasabbra kell törnie. Ez a fa összeköt. Összeköt határon kívül és belül bennünket, és ha már költemény hangzott el az elején, hadd idézzek egy másik költőt. Egy másikat, aki szintén ismerte az emigrációt, Márait. Aki a halotti beszédében úgy fogalmaz, hogy egyszer majd a fejfádról leesik az ékezet, csak vagyon igazából az elfeledés. Lőrinc Mártont nem feledtük el. Sem a szülőföld, sem az a város, amelyik fiává fogadta, hisz bár lehet, hogy abban az ismeretlen Buenos Aires-i temetőben már az ékezet leesett a fejfáról, de az emlékezet az emberek szívében, a sportbarátokéban nem halványult el. És talán most még messzebbre is szól. Messzebbre is, ti most néhány perc múlva versenyezni fogtok. Egymásnak feszültök a sportág szabályai és a sportszerűség keretein belül. Ma még talán álmodtok arról, hogy majd évtized múlva egyszer egy világversenyen, na adj úristen, valamelyik olimpián a dobogó legfelső fokára álljatok föl. Minden sportoló erről álmodik. Mindenki. Aki egyszer az öltözők szagát megérezte, soha nem szabadul ettől a céltól. Kívánom, és van még itt egy kis pár hely, legyen neki egy másik fának helye, és látok ott egy másikat is. Szintén két birkozó fenomén ültett el. Polyák Imre és Hegedűs Csaba. Két olyan olimpiai bajnok, akikre a modernkor is felfigyelhet. Példaképnek tekinti, hisz ők is elindultak, kicsiként küzdöttek, hisz Polyák Imre három olimpiai ezüstérem után jutott el a dobogó legfelső fokára, amikor talán más már réges-rég feladta volna ez. És akkor följutott, és most ő eltette a fát. Elültette Lőrinc Márton előtt, az elődök előtt tisztelegve a Tus királlyal együtt. Én kívánom nektek, hogy ezt a pályát ti is futhassátok be. És az olimpia szellemét, amely mindig arról szól, hogy a sport tiszta eszközeivel, a sportág szabályai szerint győzön az, aki több munkát fektetett bele, aki felkészültebb, aki tehetségesebb, aki elkötelezettebb, aki akarja, tudja és hiszi a győzelmet. Nem tudom, hogy valaha Lőrinc Márton hamvai hazatérnek-e. Fizikailag nincs közöttünk. Nincs ezen a földön, amelyről elindult, s amelynek dicsőséget szerzett, de szelleme itt maradt. Akkor Berlinben 10 tölgyfa csemetét hoztak el magyarok. Úgy tudom, virágzó tölgyként már csak ez az egy él. Remélem, nagyon-nagyon sokáig. Biztos nem éli meg azt az időt, amit az emlékezet tovább tud vinni. Tovább tud vinni a küzdő,
messzebbre jutó, elkötelezett ember mellett. Legyen sokaknak példaképe. És legyen az olimpiai eszme most, amikor néhány hónap múlva majd a világ fiataljai Londonba újra találkoznak. Szőnyegre lépnek, uszodába csobbannak, sportpályákra és sporttermekbe mérik össze tudásukat. Megmutatják azt, hogy a felkészülődős szakban mire jutottak, tehetségük mennyire lesz elég, és én bízom benne, hogy London valamelyik olimpiai létesítményében a magyar himnusz majd újra felhangzik, úgy, mint most. És akkor ti, akik a szőnyegek elkötelezettjei vagytok, talán megérzitek azt, hogy érdemes és kell küzdeni. Ahogy Kubertenék megfogalmazták, messzebbre, gyorsabban, magasabbra. Kívánok ez mindenkinek erőt, egészséget, kitartást, megdolgozott, sikeres perceket, és mivel egyedül soha nem megy. Lehet, hogy az ember a szőnyeget egyedül áll, abban a pillanatban, amikor neki feszül ellenfelének, de mindig egy csapat áll mögötte. És egy csapat csak akkor jó, ha igaz jó barátokból áll. Kívánom, hogy legyen rendes része bennetek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm Szirbik Imre polgármester úr kedves szavait, és megkérem Katona Mihályt, Korondváros polgármesterét, hogy a szülőföld üzenetét tolmácsolja nekünk. Tisztelt vendégek, tisztelt meghívottak, tisztelt szentesi barátaim, kedves polgármester kollégám! Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, a két kimagasló eredményeket elért sportember, Lőrinc Márton és Dr. Papp László emlékére szervezett megemlékezésnek az alkalmával. Először is köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek a megtisztelő meghívásért és azért a tényért, hogy megadják a lehetőséget, hogy méltóképpen megemlékezhessünk községünk szünetéről Lőrinc Mártonról. Közös ünnep ez, Korond és Szentes számára. Összeköti a két települést az olimpiai bajnok Lőrinc Márton személye, aki Korondon született, ott indult életútja, de számos kényszerítő körülmény hatására kénytelen elhagyni szülőföldjét és ide az anyaországba menekülni a jobb biztonság és megélhetés reményében. Itt otthonra talált, itt felkarolták tehetségét, és lehetőséget adtak annak kibontakozására, és így sikerült, hogy a Székelyföld teremte csiszolatlan drágakő, itt tudott legjobb formáját hozva, teljes csillogását megmutatva kibontakozni. 75 év távlatába tekintve, most itt állunk a nagybirkozó által az olimpiai arany mellé kapott, a mára már terebélyes fává fejlődött, hajdani csemete árnyékában, megemlékezve Lőrinc Márton olimpiai aranyérvesünkről. Kedves Marci, reméljük elégtétel számodra az éves rendszerességgel megszervezett szentesi, valamint korondi emlékünnep és kárpótol viszontagságos életed minden keserű, de be nem teljesült pillanatáért. Mi igazán nem felejtünk el, és nem felejtettünk el Korondon, mert Korondon a te nevet viseli a sportcsarnok, a helyi birkozócsapat szintén a te neved alatt szerez dicsőséget és hírnevet településünknek versenyről versenyre, és itt Szentes városában pedig teret neveztek el rólad. Itt állva az általad ültetett tölgyfa alatt kívánunk neked áldott pihenést, és ígérjük emlékedet még hosszú évtizedeken keresztül meg fogjuk őrizni, megfelelő tisztelettel, őszinte és emberséges tisztelet módján. Tisztelt jelenlévők, én azt kívánom, hogy a két település közti baráti viszony, az összetartozás érzése és ténye terjedjen ki egész magyar népünkre, hogy összefogva a közös célokat kitűzve, a pártoskodás és nemzetet pusztító széthúzás félretéve újból tudjunk közös jövőt építeni gyermekeink számára, ezzel garantálva a nemzetünk fennmaradását. Ezekkel a gondolatokkal emlékezünk a nagy sportolókra,
és kívánok a mai naphoz kellemes és méltó ünneplést, a gyerekeknek pedig sok sikert és szerencsét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm polgármester úr megható szavait, és műsorunk folytatásaként szeretném felkérni a Szentes Város Kúvó zenekarát. Nem a cserkész zenekart, akik 75 évvel ezelőtt játszottak, hanem a mai zenekart Mihály Béla igazgató úr karnagy vezetésével. Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország kezdető dalt játsszák el nekünk. Béla karnagy úrnak és a Fúboly zenekarnak ezt a szép produkciót, és engedjék meg ünnepségünk folytatásaként a Klauzál Gábor általános iskola végzős diákjainak visszaemlékezését. Halmai Klaudia, Landos Levente és Szabó Martin fogja felidézni korabeli eseményeket dokumentumok alapján. Hova el nem halt, város zaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezején vegyül ány, és fény folyt a tölgyek alatt. Oly otthonos ittem. Írta Arany János a Tölgyek alatt című versében, s valóban. Ma már két tölgyfa is bólogatva köszönti a Hódmezővásárhely felől érkezőket. A nagyobbat, az öregebbet mindenki tiszteli, dédelgeti, hiszen kedvenc pihenőhelye kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Most ünnepli 75. születésnapját. A kisebbet, az unokát 1997-ben dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, és Polyák Imre Európa, világ és olimpiai bajnok birkózók ültették a nagy öreg mellé. Szimbolizálva ezzel az élet, és az olimpiai eszme folytonosságát. Milyen története van az öreg fának?
A tölgyfacsemetét az 1936-os berlini olimpián Lőrinc Márton kapta, ugyanis légsúlyú döntő mérkőzése során kötött fogásban a svéd Svensson győzte le óriási küzdelemben. A mérkőzés végén a bírók egységesen zöld lámpáig Lőrinc Márton győzelmét jelezték. Ezen az olimpián számos újítást is bevezettek. Az olimpiai lángot az ógörög olimpiában gyújtották meg, majd Bulgária, Jugoszlávia, Magyarország, Ausztria és Csehország érintésével haladt a láng Berlinbe. Ekkor használtak először eredményhirdető táblát, illetve a sportág győztesei ekkor kaptak facsemetét, melyet szülőföldjükön öltöttek el. A győzelem után az aranyvonat Berlinből Budapestre érkezett, és itt bizony Lőrinc Márton volt az egyetlen sportoló, akit nem várt család az állomáson. Még ebben az évben, augusztus 30-án Szentesre látogatott a jeles bajnok, akit dr. Papp László és Zombori Ödön is elkísért. A fogadtatás nagyon szeretetteljes és örömteli volt. Diadalkaput állította fel a városháza és a megyeháza közé, ahol szinte valamennyi szentesi köszönhette a jeles sportolókat. A vendégeket a cserkészenekar köszöntötte a bíróság épülete előtt, akik a diadalkapuig sétáltak. Itt fogadta őket dr. Lakos István polgármester helyettes. A meleghangú fogadtatásban hangzott el először, hogy a szülőföld szerepét átveszi Szentes, és örömmel fogadja fiaként Kebrére a fiatal aranyérmes bajnokot. Ezt követően került sor az első világháborús emlékmű megkoszorúzására, majd a városháza nagytermében a két olimpikon átvette a Szentesi Munkás Testedző Klub díszoklevelét. Az ünnepséget követő ebéden Lőrinc Márton, dr. Lakos István helyettes polgármester szavaira az alábbiakat nyilatkozta, idézve a korabeli sajtót. Annyira megtetszett neki Szentes és a szentesi nép, hogy örömmel vallja magát ezentúl szentesinek, Szentes fogadott fiának, és viszonzásképpen a berlini olimpián kapott tölgyfacsemetét, felajánlja a új szülőföldjének, Szentes városának. Néhány év elteltével nem véletlen tehát, hogy 1936. október 5-én az alábbi levelet intézte a korondi Herkulesváros vezetőjéhez. Nagyságos polgármester úr, tekintetes képviselőtestület, méltóztassék megengedni, hogy elsősorban is hálás köszönetet mondja Csongrád vármegye és Szentesváros nagy tekintetű vezetőségének, valamint a város közönségének szentesi szereplésem alkalmából történt végtelenül megtisztelő ünnepélyes fogadtatásért és vendéglátásért. Még fülemben csengenek a vármegye és a város vezető urai által hozott intézett szíves szavak, amelyekben ugyan az Alispán úr önméltósága, valamint a főjegyző úr őrnagysága engemet a hontalanná vált magyar olimpikon Szentesváros fiának fogadott. Mindaddig még szülőföldemet ellenség tapossa. Ennek hatása és a vendéglátó nagyelvű Szentesi Munkás Testedzőklub, valamint annak elnöke iránti tiszteletemből elhatároztam, hogy a berlini olimpián nyert tölgyfacsemetémet Szentesvárosának ajándékozom, illetve ott ültetem el, ha ezt a város közönsége nevében, polgármester úr és illetve a tekintetes képviselőtestület elfogadja, és annak megfelelő elhelyezést biztosít. Hirdesse ez a tölgyfa Szentesváros iránti szeretetemet, és legfőképpen az, hogy bár az országok városa megtisztelt ünneplésével, szívemhez mégis a nemes város férkőzött a legközelebb, mikor fiának fogadott. Amid ön, polgármester úrnak és a város egész közönségének őszinte tiszteletemet és nagyra becsülésemet nyilvánítom. Maradunk városunknak hű fia. Lőrinc Márton, olimpiai bajnok. Budapest, 1936. évi, október 5. napján. A korabeli képviselőtestület kijelölte a csemete helyét ebben a díszkertben. A plakátok szerint 1937. május 29-én délután 16:30-kor fényes ünnepség keretében ültették el a tölgyfacsemetét. A városi cserkészenekar játszott alkalmi zenét, és K. Nagy Sándor polgármester méltatta a történteket. Ez a tölgy gyökeret fog venni a szentesi földben, és Lőrinc Márton nevének lesz hirdetője. Szentesváros közönség nevében átveszem a tölgyet, és felkérem Lőrinc Mártont a fa elültetésére.
A korabeli újságok szerint percekig zúgott az éjjel és a taps. A szentesi közönség kitörő lelkesedéssel ünnepelt. Az események a Tóth József színházteremben folytatódtak, ahol a kor jeles birkózói küzdöttek meg egymással. Lőrinc Márton Zombori Ödönnel, Dr. Papp László Keresztes Lajossal és Dr. Ambrus Bár Tasnádi Józseffel birkózott. Sok-sok év, évtized telt az előbb események óta. Az emlékek ma már legendává nőttek, és a tölgyekkel együtt terebélyesednek. Ezt a hatalmas fát ma is tiszteljük, féltó szeretettel ápoljuk. Ez a kis tér 2007-ben nevet is kapott. Lőrinc Márton tér. Tábla őrzi a hajdani olimpikon emlékét. Az elültetett kis tölgyfacsemete már a terebélyesre nőtt. Ezért is hirdeti az olimpia eszméjét és az egyetemes emberi értékeket. S valamennyi sportágat szimbolizálja, nem csak a birkózás. Kubertán óda a sporthoz. Istenek ajándéka sport, élet éltető vize. A nehéz munka idejében kiszórott boldog fényedet követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember, s felfelé hágott a napisten, s kigyúltak a hegyormok, s távoztakor fénybe merültek a magasságos erdők. A szépség vagy te, sport, a testeket te formálod nemessé, előzöl romboló vad szenvedélyeket, acéllá edzel lankadatlanul. Lábak, karok, törzsek, összhangja és tetszetős ütem tőled való. Báj és erőt te fűzöl együvé, szilárdá és rugalmassá te tész. S igazságos vagy, sport, igen. Megértésért és igazságért be sokszor hiába küzd az ember, hogyha te nem vagy vele, de nálad fölleli. Hiába adnak kincseket az ugró új rekordért, és élete minden percét is hiába, mert csak erő és akarat jelölhet pályája csúcsán új határt. Bátorság vagy te, sport, izom s erőreménye egy lehet csak, s azt úgy hívják, merészség. A bátorság nem vakmerő bolondság, de a bátor hit a megszerzett erdőben nyeglék s házárdok véletlenre leesnek, a te merszed, hogy ismert erődet. Tisztesség vagy te, sport, ha tőled jő igazi dicséret, mert csak derék munkával nyerhető. A vereségnek görbe útjai, a hitvágyfogások sorsa büntetés, és megvetéssel sújtjának, akik a pálmát állnak csellel küzdené ki. Az öröm vagy te, sport. Szabadra testünk örömtől remeg, ragyog szemünk, erünkben vérviharzik, és tiszta szájra kell a gondolat, nyomasztó súlytól szabadul a lelkünk, s boldog létét újjongva hirdeti. A termékenység vagy te, sport. Megnemesíted az emberi fajt célra törő úton. Beteg csirákat elfojtasz, eltüntesz foltokat, a tisztasebb bőszmérgétől óvod. Erőtől duzzadó az atléta, és fiakra vágyik, akik babért dicsőséget aratják úgy, miként ő. A haladás vagy te, sport. Szolgálatodra, aki méltó kíván lenni, az vigyázzon, hogy teste lelke egyre jobb legyen, kerüljön mindent, mi mértéktelen, tökéletességre törjön elnyedetlen, s óvja egészségét legfőbb javát, mint ki a régi mondásból tanul, épp testet az épp lélek választ otthonul. A béke vagy te, sport. A népeket egymáshoz fűző szép szalag, és testvéré lesznek mind általad önuralomban és rendben és erőben. Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tőled, s más népek jellemét is épp úgy megértik és nagyra tartják, hogy te tanítod őket túlszárnyalni egymást, mert versenyed a béke versenye.
Köszönjük szépen a Klauzál Gábor általános iskola diákjainak kedves műsorát, és most pedig elhelyezzük a kegyelet virágait a 75 éves olimpiai főzőhez, Jürgen Máton szájának. A Városi Kívós Tanaszat Mihály Bélelhez emlő. Felkérem Szilvi Kendrét és Múra Józsefet az első kapcsolat elhelyezésébe. Thank you.